A vádirat szerint az öt szabolcsi férfi és hatodik társuk munka után indultak haza egy kis teherautóval Győrből. Útközben az M1-es és az M3-as autópályán többször is megálltak és szeszes italt fogyasztottak. A legtöbb alkoholt a szerencsétlenül járt férfi itta, hangoskodott a kocsiban, menet közben többször megpróbált kiszállni. A sofőr a 221-es kilométerjelzés közelében megállt a leállósávban, mindenki kiszállt az autóból, az erős Ittas utas azonban nem akart visszaülni. Ellenszegült társainak, akik erre beültek a kocsiba, társukat a nyílt pályán hagyták, ők pedig Nyíregyházára autóztak. Nyíregyházán az egyik benzinkúton a gépkocsit vezető telefonon bejelentette a rendőrségi segélyhívón, hogy a férfi az autópályán tartózkodik és kérte, hogy menjenek érte. A súlyosan ittas férfi az m 3 as autópálya külső forgalmi sávjában ácsorgott, ahol egy szabályosan közlek a gépkocsi elütötte, amitől szörnyet halt. Az ügyészség a gépkocsi vezetőjét segítségnyújtás elmulasztásának büntettével, míg utasait ugyanezen bűncselekmény védségével vádolja.